Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Szlávik János, a László Kórház virológusa. Üdvözlöm! Jó reggelt kívánok! Mondjuk el a nézőknek, hogy a László Kórháznak azért új neve is van, illetve új régi. Dél-Pesti Centrum Kórház valóban országos hematológiai és infektológiai intézet. Ugye az intézet a fontos, az intézetek általában a vezetői a szakmájukra. Sokan azt hiszik, hogy önnek most nincs mit csinálnia, mert mindenki arról beszél, hogy már nem kell maszkot hordani, túl vagyunk a vírusokon, de az egyik másik fő területe például az egyéb fertőző betegségek, amikkel foglalkozik. A szomszédos országokban már fertőzés szintén virológusok foglalkoznak vele, és feltételezhetően, hogy van ellengyógyszer is, főleg gyermekeknél és idősebbeknél májgyulladás, ami akár végzetes is lehet. Valóban. Felhívja a figyelmet arra, hogy mennyire figyelnünk kell az újonnan kialakuló fertőző betegségekre, hiszen egy új dologról van szó. 1 és 10 év közötti kisgyermekeknél, kisiskolásoknál egy furcsa májgyulladás alakul ki, amit nem a klasszikus ABCD vírusok okoznak, hanem feltehetően az adenovírusnak egy fajtája. Az adenovírusok teljesen normális légúton terjedő náthát köhögést, felső légúti hurutot okozó vírusok, azonban ritkán kisgyerekeknél nagyon súlyos májgyulladást képesek kialakítani. Olyan súlyosat, hogy néhány gyerek máját ültetésre is szorul, és van olyan gyermek, aki meghalt a betegség következtében. Tehát egy rendkívül súlyos dologról van szó. Van erre kitalálva megfelelő védőoltás? A hepatitisnél, tehát a májgyulladásoknál a B és az A ellen tudunk védőoltást felajánlani. A többi ellen nincsen. A hepatitis C ellen nincsen védőoltás, és ez ellen, az új típusú adenovírus ellen sincsen védőoltás. Tehát ezek olyan ritka dolgok voltak, és általában enyhe betegséget okoztak, az emberiség úgy gondolta, hogy ez ellen nem kell védőoltás. Tehát magyarul ezek ellen nem tudunk védekezni. Természetesen adásunkat világszerte nézik, azon ritka televíziók közé tartozunk, akik nyitott műholddal adják a műsort, tehát bárhol nézhetők vagyunk. És úgy Nyugat-Európában, mint a Közel-Keleten egyre nagyobb problémák vannak a szalmonellákkal. Több nemzetközi csokoládégyár kénytelen volt visszahívni a termékeit, és a Közel-Keleten is láttunk hatalmas kombináltot, ami nem csak alapanyagokat, hanem végterméket is gyárt. Az összes termékét vissza kellett, hogy hívja, mert a csokoládéba szalmonellák lettek. Milyen veszélyes lehet, hisz a szalmonellán csak arra gondolunk, hogy valaki elfelejt valamit betenni a frigiderbe. Valóban itt az élelmiszerbiztonságról kell beszélnünk, ugye az élelmiszerbiztonság egy hihetetlenül fontos dolog. Ha valahol ebben a fogaskerékben valamilyen zavar támad, akkor fordulhat elő az, hogy olyan termékek kerülnek forgalomba, amik esetleg szalmonellában fertőzöttek. A szalmonellák az egy teljesen hétköznapi dolog az állatoknál, ugye többnyire állatokból származnak ezek a fertőzések. Egész egyszerűen a fertőtlenítéssel, a biztonsággal kell arra törekedni, hogy ilyen eset ne forduljon elő, és mégis előfordul. Ritkán ugyan, de ez elég komoly problémát jelent. Napjainkban, amikor dúl szocialista mondatrendszerrel, fogom mondani a vadkapitalizmus, amikor a munkaerők naponta cserélődnek a gyors éttermekbe, éttermekbe, elképzelhető-e, hogyha nem tartják be az alapvető higiéniát, tehát nem mosnak kezet a WC után, vagy valamihez hozzányúlnak ezután, hogy az is okozhat ilyen fertőzéseket? Ugye ez az atípusú májgyulladásra vonatkozik, hiszen a higiéniás szabályok nem betartásával azt lehet elkapni. Ez ritka. Az atípusú májgyulladás a fejlett világban jelenleg ritka. Ugye ez az a betegség, ami ellen oltást veszünk fel, hogyha trópusi területekre utazunk, mert hogy ott ugye sokkal gyakoribb. De előfordul, és figyelnünk kell rá, hiszen az elmúlt időkben például Magyarországon is megemelkedett az altípusú májgyulladással jelentkezőknek a száma. Tehát egész egyszerűen megint csak a védekezésre kell figyelni a figyelmet. Nem csak a munkahelyeken, a megfelelő higiénére. Hanem akár otthon is. Akár otthon is, illetve a védőoltásra.
Tehát ami ellen van védőoltás, mint a hepatitis A, tessék felvenni, ezek hasznos dolgok, nem csak, hogyha a trópusokra utazunk, hanem hogyha elmegyünk a sarki gyors étterembe. Elképzelhető, hogy reklámoznunk kéne, és mind a Covid idején megtanítottuk az embereket, hogy hogyan hápcizzanak, hogyan töröljék meg, vagy mibe az órukat, hogy használjanak maszkot, milyen, hogy fertőtlenítsék a kezüket. Ezt újból elővennénk a serdülőknek és a háziasszonyoknak is, akkor megkímélhetnénk sok embert ettől, és természetesen az étkezőkbe, illetve ahol élelemmel foglalkoznak, ott megkötelezővé tették már a kesztyüket, de hát... Vannak olyan foglalkozások, ahol bizonyos védőoltások kötelezőek. Gondolok itt például, akik a csatornában dolgoznak, nekik a tifusz, a hastifusz és az atípusú mágyoldás elleni oltás kötelező pont ezért, mert ők jóval nagyobb veszélynek vannak kitéve. Igen, tehát pont a koronavírus kapcsán felmerült az, hogy ne csak a koronavírusról beszéljünk, hanem más fertőző betegségekről, amelyek megelőzhetőek. Magyarország kiváló helyen van a gyermekkori kötelező védőoltások beadásával, éppen ezért meg kéne fontolni azt, hogy a többi védőoltás tekintetében is úgymond reklámot csináljunk. Gondolok itt a HPV-re a lányoknál, hogy még többen adassák be, sőt, ma már a fiúk is beadathatják. Gondolok itt az atípusú mágyulladásra, tehát az agyvelőgyulladás elleni oltásokra, tehát van még bőven, amivel a biztonságunkat, az egészségünket meg tudjuk előzni. Az, hogy a világ percek alatt átjárhatóvá vált, repülőre ülnek, most is már mindenki, aki teheti, kimozdul, jönnek, mennek, idegenek jönnek, egy háború közvetlen közelébe vagyunk. Minek kellene itt vigyáznunk? Arról nem is beszél, hogy az ő átoltottságuk abszolút nem hasonlít a 21. századhoz. Hát alacsonyabb. Tehát például, ha már Ukrajnáról beszélünk, ott egy olyan 10-20 évvel ezelőtt sokkal rosszabb volt a helyzet, de még most sem megfelelő. Tehát az ő gyermekeik átoltottsága meg sem közelíti a nyugat-európai gyermekeknek az oltottságát. Ezt úgy kell tekinteni, hogy azokra a helyekre, hova ők úgymond letelepednek, nagyon komoly figyelmet kell erre fordítani, és a gyerekeket be kell oltani a kötelező védőoltásokkal, amik Magyarországon több mint 95%-ban. A Délpesti Intézet mennyire van bevonva most ebbe a menekültek oltás rendszerébe? Van néhány betegség, ami egyértelműen gyakoribb ezeken a területeken. Egyik a TBC, tehát igenis a Magyarországon TBC-vel foglalkozó intézetek valamelyike be van vonva a menekültek ellátásába, a másik a HIV-fertőzés. Tudjuk, hogy Ukrajnában, Oroszországban sokkal több HIV-fertőzött van, ezért a Délpesti Centrum Kórházat jelölték ki a menekültek HIV-vel kapcsolatos problémáinak megoldására. Ez ugye abban merül ki, hogy azok a menekültek, akik átjönnek és elfogy a gyógyszerük, azok eljönnek hozzánk, felírjuk nekik a gyógyszert, és ugyanúgy, mint mindenkinek. Na jó, de akinek HIV-je van, az biztos tudja, viszont egy gyereknek, hogyha még nem tudja, hogy TBC-je van, de már az van, akkor az fertőző is lehet. Hát fertőző is lehet, de hát ezzel vannak tünetei, és nyilván a TBC-t ugye a tüdőröntgennel könnyen lehet úgymond elődiagnosztizálni, erre figyelni kell. Ne felejtsük el, hogy itt többségében fiatal nők és gyerekek jönnek át, tehát inkább az ő problémáikkal kell foglalkozni, azaz gyermekkori fertőző betegségekkel, és hát hölgyek esetében a HIV-vel, hiszen tudjuk, hogy Ukrajnában nem csak a férfiak betegszenek meg, mint Magyarországon, hanem pont az intravénás kábítószer miatt, a heteroszexuális átvitel miatt nagyon sok nő is van. Hogy bírja az ön osztály ezt a fokozott munkatempót? Igazából a menekültek nem jelentenek problémát, nincsenek olyan sokan, és a koronavírus járványnak a lecsengése azért egy picikét most könnyebb, de ne felejtsük el, van másféle fertőző betegség, tehát előkerülnek most a hasmenéses megbetegedések, a mágyulladások, a fertőzések, a sebfertőzések, minden olyan, ami az infektológiával kapcsolatos, most újra éled. A hasmenéseknél azokon a jó tanácsokon kívül, amit a javasasszonyok ajánlanak, hogy tessék sok teját inni, meg inni, hogy ne száradjon ki, és azon kívül, hogy bevesszük a hasmenés elleni széntablettát, vagy a nevet nem mondom másfajta ilyen terméket, azzal megoldottuk a problémát, vagy illik ezzel mi hamarabb egy orvosi laboratóriumhoz eljutni? Egy fiatal egészséges szervezetnél megoldottuk. Tehát egy fiatal egészséges szervezet általában legyőzi ezeket a kórokozókat. A baj az idősebbekkel van, akik sokszor kórházban kerülve, vagy a kórházban kapnak el egy olyan súlyos hasmenést, amit egy egészen különleges kórokozó okoz, ami hosszantartó, visszatérő hasmenéseket okoz. Ez mindenhol a világon egyre gyakoribb.
ugye Clostridiumnak hívják, és nagyon sok idős embernek az életét keseríti, meg ennek a kezelése rendkívül bonyolult, különleges antibiotikumokkal, esetleg az úgynevezett székletranszplantációval lehet megoldani. Egy új kihívás az orvostudományban, nagyon nehezen küzdünk meg vele mi is, de nagyon sok beteg van. Erről már hallottunk Székely György doktor úrtól is, János Kórház osztályvezető orvosától, majd tovább kérdezzük magunkat. Köszönöm, hogy így korán reggel vizit előtt bejött hozzánk, és gyógyulás, és próbáljon meg egy kicsit pihenni is. Köszönöm. Kedves nézőim, az elmúlt percekben megpróbáltuk az aktuális fertőző betegségekről föltölteni az önök ismeretét. Minden esetre, ha odafigyeltek, akkor hallották Szlávik doktor úrtól, hogy az alapvető higiéniára feltétlenül szükség van, úgy a gyerekeknél tanítsuk meg őket, úgy nekünk a felnőtteknél, a védőoltásokra, és egyáltalán prüszköljünk a zsebkendőnkbe, törjük az órunkat, és hogyha valami problémánk van, azt ne tartsuk titokban, hanem forduljunk orvoshoz. Ilyenkor a házi orvoshoz kell fordulni, vagy venni a patikába egy ilyen készletet, és egyenesen a laboratóriumba menni? Hát a házi orvoshoz kell azért fordulni az alapvető problémáinkkal. Köszönöm, hogy rendelkezésünk állt, és mielőbb visszavárjuk. Előzetesek, és jövünk vissza, tartsanak velünk! Thank you.